2023 a nagy küzdelmek éve volt, 2024 a nagy terveké lesz. Ezt mondta Orbán Viktor évvégi nemzetközi sajtótájékoztatóján. Duplájára emelkedett a reálbérek növekedés üteme októberben, 564 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. Az izraeli hadsereg folytatja előrenyomulását a gázaövezetben, a katonák számos fegyvert találtak egy iskolában. Szarajevóban van a világ második legegészségtelenebb levegője. Előkerültek a maszkok és az arcot elfedő sálak. Ez a Híradó az M1-en. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. 2023 a nagy küzdelmek éve volt, 2024 a nagy terveké lesz. Ezt mondta a miniszterelnök évvégi nemzetközi sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor kiemelte, amit célul tűztek ki 2023-ra, azt el is érték, sikerrel jártak az infláció, a háború, a migráció és a terror fenyegetés kérdésében is. A kormányfő úgy fogalmazott, az a cél, hogy 2024-ben megint a családok legyenek a politika középpontjában. Hozzátette, a brüsszeli migrációs csomagnak biztosan kudarc lesz a vége, a jövő évi EP választásnak pedig az lesz a célja, hogy kinyissák Brüsszel szemét. Itt volt a háború, a növekvő terrorfenyegetés, a migráció, az infláció és Brüsszel. 2023 a nagy küzdelmek éve volt, így értékelte a miniszterelnök az idei évet. Orbán Viktor az év utolsó kormányinfóján a magyar és a nemzetközi sajtó képviselői előtt beszélt 2023 kihívásairól és 2024 célkitűzéseiről. Hangsúlyozta, Magyarország céljai az elmúlt egy évben is világosak voltak. A háború esetében Magyarország kívül tartani, kimaradni ebből, a terrorfenyegetés esetében, amely felerősödött Európában, azt mindenképpen távol tartani Magyarországtól, a migráció esetében megfékezni, az infláció esetében azt letörni, és Brüsszel esetében pedig megegyezni dacára a folyamatos gáncsoskodásnak. Amit ma már mindannyian tudunk, az az, hogy az infláció, a háború és a migráció és a terrorfenyegetés kérdésében sikerrel jártunk. Tehát amit célul tűztünk ki, azt el is értük. A kormány mellett azonban a magyar családoknak is küzdeniük kellett, emelte ki a kormányfő. A háború ugyanis magával hozta a szankciókat, a szankciók pedig az energiaárnövekedést. Orbán Viktor ugyanakkor hozzátette, Magyarország ezt a próbát is kiállta. A nyugdíjak értékét teljes egészében sikerült megvédeni. Várjuk még a december végi gazdasági adatokat, de úgy látszik, hogy a béreket is nagyobb arányban sikerült megvédeni, mint az év közepén ez elég szomorú módon látszott. Akkor azért volt egy 4-5%-os féléves reálbér csökkenés, ezt az év végére talán 1% alá tudjuk szorítani. Ennek köszönhetően 2024-ben ismét a családok kerülhetnek a politikai döntések középpontjába, szögezte le a kormányfő. Mint mondta, ezt segíti majd az otthonteremtési támogatás átalakítása, a minimálbér és a nyugdíjemelés, valamint a tanároknak és az óvodapedagógusoknak tervezett 3 éves bérfejlesztési program is. 2024-nek ugyanakkor van egy politikai célja is, amelynek középpontjában az európai parlamenti választások állnak, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban kifejtette, Brüsszel szemét fel kell nyitni. Brüsszel vak, nem látja a valóságos életet, elrugaszkodik azoktól a problémáktól, amelyekkel nem csak Magyarországon, hanem egész Európában küzdenek az emberek. A 24-es választásoknak az a cél, hogy kinyissuk Brüsszel szemét, lássa a valóságot, és képes legyen arra, hogy kijavítsa azokat a vezetői hibákat, amelyeket 2023-ban elkövetett. Az egyik ilyen hiba a migrációs paktum áterültetése volt. Erről már az M1 kérdésére beszélt Orbán Viktor.
A kormányfő leszögezte, Magyarország álláspontja az, hogy már a csomag kiinduló pontja is hibás, a migrációt ugyanis egyetlen módon lehet megállítani, mégpedig úgy, hogy a menekültügyi kérelmek elbírálását a kérvényezőknek az unió határain kívül kell megvárniuk. Magyarország ezt a modellt évek óta sikeresen alkalmazza, amely az egyetlen bizonyítottan működő szabályozás egész Európában. Egész addig, amíg az unió nem szánja rá magát, úgy, mint hogy mi magyarok egyébként ezt megtettük. Hogy azt mondjuk, hogy ha valaki akármilyen jogcímen is Magyarországra akar jönni, akár menedékkérelemmel is, először be kell nyújtani ezt a kérelmet. Az ország határán kívül kell várakoznia. És ha megvan a döntés, és az negatív, ott is kell maradni, ha pozitív, beléphet. Ha még ezt az alaphelyzetet, testtartást az unió nem veszi föl, akármilyen csomagokat is alkot, mindig kudarc lesz a vége. Ennek a migrációs csomagnak, amit elfogadtak, és amit tegnap talán nagy részében már hatályba is léptettek, biztosan meg tudjuk mondani, hogy kudarc lesz a vége. Hegyek vajudnak, és egér fog születni. És az se kifele szalad az unióból, hanem befelé. Orbán Viktor hozzátette, Brüsszelben változást kell elérni, így míg 2023 a nagy küzdelmek éve volt, 2024 a nagy tervek éve lesz. 3 éves bérfejlesztési program indul a tanároknál és az óvónőknél a jövő év elején, jelentette be a miniszterelnök az évvégi nemzetközi sajtótájékoztatón. Orbán Viktor azt mondta, ha megérkezik Brüsszelből az a levél, amely biztosítja a béremelés egy részének finanszírozását, akkor megindul a 3 éves bérfejlesztési program, amelynek első lépéseként jövő januártól átlagosan több mint 30%-kal emelkedik a pedagógusok és az óvónők bére. 3 fejezetre bontjuk a béremelési programot. 2024. január 1, 2025. január 1, 2026. január 1. És 2024. január 1-től, ami azt jelenti, hogy a februári fizetésekben látható módon 32,2%-os béremelést akarunk végrehajtani. Ennél kisebb mértékű, de jelentőset 25-ben és aztán 26-ban. Most azt is meg kéne mondanom, hogy hol lesz a béremelési program végén a pedagógusok átlag fizetése, valóan 8000 forint magasságában. Az átlag. 2024-ben lesz ok aggódni a nyugati demokráciára épült világ jövője miatt, erről is beszélt a miniszterelnök az évvégi nemzetközi sajtótájékoztatón. Orbán Viktor úgy fogalmazott, furcsa dolgok történnek a nyugati demokratikus világban. A kormányfő példaként említette, hogy van olyan nagy nyugat-európai mintademokrácia, ahol az egyik legesélyesebb elnökjelöltet bírósági akadályokkal akarják elgáncsolni, hogy el tudjon indulni a választáson. Lengyelországban pedig rendőri erőszakkal foglalták el a köztelevíziót. Valami kor rágja a nyugati demokráciáknak a szervezetét. Valami történik, ami nincsen rendjén. Miközben, ha mindez egyébként mondjuk Magyarországon történne meg, akkor már talán a NATO csapatok is bevonultak volna, ami még idehozza a kettős mércének a problémáját is. Tehát úgy érzem, hogy nekünk nem csak Magyarország miatt, hanem az egész nyugati demokrácia épült világunk jövője miatt lesz okunk aggódni a 24-es évben. Magyarország a lehető leghatározottabban elutasítja a migrációs és menekültügyi paktumot, amelyről politikai megállapodásra jutottak az Európai Unió társjogalkotó intézményei. Közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter, hozzátette, senki nem kényszerítheti rá hazánkra, hogy bárkit is beengedjen. A migrációs és menekültügyi paktumot az Európai Parlament plénumának és a tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak még hivatalosan is jóvá kell hagynia. Elutasítjuk ezt a migrációs paktumot, nem fogunk ide beengedni senkit akaratunk ellenére, se Brüsszelből, se sehonnan nem mondhatják meg, hogy mi ide kiket engedjünk. A lehető leghatározottabban visszautasítjuk, hogy ezért megbüntessenek minket. Ez Magyarország egy magyar ország, és itt a magyar emberek minket hatalmaztak fel arra, hogy kormányozzunk, nem a brüsszeli elitet, úgyhogy jó lenne, hogyha távol tartanák magukat ettől, és jó lenne, hogyha nem próbálnának ránk kényszeríteni semmilyen általunk el nem fogadható migrációs kényszerintézkedést. Ausztria 2 hónappal meghosszabbítja az ellenőrzést a Csehországgal közös határán az illegális bevándorlás fokozódása miatt. Ugyanezen okból a hazánkkal közös Róka fedő nevű együttműködés pedig még nagyobb hangsúlyt kap. Kismarton, Ciráki Viktória.
Idén novemberben 84 illegális bevándorlót sikerült feltartóztatni. Ugyanez a szám egyébként tavaly novemberben 9000 volt, tehát mondhatni, hogy ennek az akciónak a sikerének következtében körülbelül 1%-ra esett vissza az elfogott migránsoknak a száma. Romániának újabb nyugatról visszatoloncolt bevándorlókat kellett visszafogadni. A Franciaországból és Németországból visszaküldött szíriai, pakisztáni és szomáliai migránsok nagy részét már nyugatra szökésük előtt menedékkérőként vették nyilvántartásba Romániában. Közben a román-magyar határon is egyre nagyobb a terhelés a hazatérő vendégmunkások miatt, ezt pedig az embercsempészek is megpróbálják kihasználni. Bukarest, Bot Eszter. Egyre nagyobb csoportokban próbálják az illegális bevándorlókat átjuttatni a magyar-román határon. Legtöbbször teherautók rakterében bújtatják el a migránsokat. Tulajdonképpen nem is igazán beszélhetünk már elbújtatásról, hiszen egyik-másik járműben több potyautas utazik, mint egy turista buszon. Tegnap összesen 145 bangladesi, nepáli, pakisztáni, szíriai, egyiptomi és iraki határsértő gyűjtöttek be a rendőrök a Nagylak Csanád Palota autópálya átkelő, akiket egy román, egy török és egy cseh rendszámú kamion rakterében találtak. Duplájára emelkedett a reálbérek növekedés üteme októberben, így értékelte a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a friss kereseti adatokat. Októberben 564 ezer forintra nőtt a bruttó átlagkereset, azaz egy év alatt 14%-kal, mintegy 70 ezer forinttal emelkedtek a bérek. Comba Sándor emlékeztetett, mindez azt jelenti, hogy a Gyurcsány korszakhoz képest egy munkavállaló átlagosan már csaknem háromszor több fizetést visz haza, miközben 2010-hez képest 1 millióval dolgoznak többen, a regisztrált álláskeresők száma pedig történelmi mélypontra süllyedt. Az áldozatoknak tudniuk kell, hogy az ünnepek alatt is, és az év minden napján van segítség, az áldozatsegítő központok rendelkezésre állnak. Közölte az Igazságügyi Minisztérium miniszteri megbízottja a Budapesti Áldozatsegítő Központban. Király Nóra elmondta, a minisztérium vezetésével 12 központ és 3 áldozatsegítőpont működik az országban. Hozzátette, cél, hogy minden lakos tudja, van segítség, és ha valaki bűncselekmény áldozatává vált, az áldozatsegítő központokban segítséget találhat. Az a feladatom, hogy az áldozatsegítő központokat láthatóvá tegyem a lakosság számára, és hogy minden emberhez, akár áldozat, akár nem áldozat eljusson az az információ, hogy van segítség, az állam, a kormány segít a bajba jutottaknak. Már lehet jelentkezni a 2024-es Magyarország étele Szamos Mátyás tányérdesszert versenyre. A második alkalommal meghirdetett megmérettetésre szakácsok, cukrászok, pékek, háziasszonyok jelentkezését várják. 2 fős csapatokba lehet nevezni, a versenyben maximum 5 elemből állhat a desszert. A szervezők azt szeretnék, hogy a verseny által új magyar édességek születnének és kerülnének később az étlapokra. Jelentkezni január 31-ig lehet. A döntőt a 3. Magyar Gasztronómia napján rendezik meg 2024. április 27-én Szolnokon. Csak úgy lehet ez a verseny igazán sikeres, hogyha a magyar konyhaművészet és a magyar cukrász mesterségnek a hagyományaira épít. És azt gondolom, hogy Magyarországon a konyhaművészet és a cukrászmesterségnek is nagyon-nagyon komoly történelmi hagyományai vannak, és bizony az a hagyomány is ehhez tartozik, amit Szamos Mátyás kezdett el itt Magyarországon. A Hamász újabb alagút rendszerét tárta fel az izraeli hadsereg Gáza városban, amelyek állítások szerint az iszlamista terrorszervezet magasrangú vezetőinek házaiból indultak. Izrael tovább folytatja az előrenyomulást a gázai övezetben, a cél a Hamász teljes felszámolása. Közben tovább folytatódnak a diplomáciai erőfeszítések egy újabb humanitárius tűzszünet megszületéséről, amely lehetővé tenni az újabb túsz cserét, ám a terrorista szervezet vezetői közölték, nem tárgyalnak a foglyok szabadon bocsátásáról, amíg nem ér véget a háború.
20 méterrel a föld alatt fut az az alagútrendszer, amelyet Gáza város központjában tártak fel izraeli katonák. Az elektromos hálózattal, biztonsági kamerákkal és kommunikációs eszközökkel felszerelt föld alatti járatokat hosszabb tartózkodásra rendezhették be. Vizet, élelmiszert és fegyvereket is tároltak bennük. Izrael állítása szerint az alagutat a Hamász legfontosabb vezetőinek házaiból lifttel és csigalépcsőn is meg lehetett közelíteni, akik innen irányították a műveleteket. Azt feltételezik, hogy ezek valamelyikében rejtőzködnek az október 7-i terrortámadás parancsnokai, de őket egyelőre nem sikerült megtalálni. Ez valamiféle komplexum, ahol a Korán könyvei vannak. Látok graffitiket és szőnyegek vannak a padlón. Talán valamiféle ima terület, kerek fémcsövek. Magyarázta a képek alatt egyik helységben látottakat egy izraeli katona. Izrael azzal vádolja Hamászt, hogy szándékosan építette az alagutakat és más katonai létesítményeit a polgári területre, hogy a palesztin lakosságot élő pajzsként használja. Az iszlamista szervezet ezt tagadja. Az izraeli hadsereg nagy erőkkel harcol a palesztin iszlamista szervezet infrastruktúrájának felszámolásáért. Közlésük szerint szerdán mintegy 230 terrorista célpontra mértek légicsapást a gázai övezetben. A katonák a szárazföldi hadművelet során számos fegyvert találtak az övezet északi részén fekvő Jabalia egyik iskolájában, amelyről felvételeket is közzétettek. Izrael célja a Hamász elpusztítása és a még mindig fogságban tartott túszok kiszabadítása. Egy fogolycsere megállapodás kilátásai teljesen bizonytalanok, miközben tovább folytatódnak a diplomáciai erőfeszítések egy újabb humanitárius tűzszünet megszületéséről, amely lehetővé tenni további elrabolt emberek hazatérését. Az amerikai külügyminiszter szerdán újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok is Izrael nyitott erre, de szerinte aggályos, hogy a terrorista szervezet betartja-e azt. Izrael nagyon világosan kijelentette, még a mai napon is, hogy örömmel fogadná a szünethez való visszatérést és a túszok további szabadon bocsátását. A probléma a Hamász volt, van és marad. Megszegték az első, a túszok szabadon bocsátására vonatkozó tűzszünet alatt tett vállalásaikat. A kérdés az, hogy valóban hajlandóak-e folytatni ezt az erőfeszítést. Nyilatkozta az amerikai külügyminiszter. Szerdán a Hamásszal egy esetleges fegyvernyugvásról folytatott egyiptomi tárgyalások eredménytelenül értek véget. Az iszlamista szervezet egyik magasrangú tisztviselője Beirutban azt mondta, addig nem lesz további egyezkedés a foglyok szabadon bocsátásáról, amíg nem ér véget a háború. Hatalmas felháborodást váltott ki a Donald Trump elleni ítélet. A kolorádói legfelsőbb bíróság néhány napja úgy döntött, a volt amerikai elnököt kizárja az előválasztás indulói közül, vagyis a 2024-es elnök választáson sem vehet részt az államban. Azzal érveltek, hogy érintett volt a 3 évvel ezelőtti Kapitólium elleni zavargásokban. Donald Trump kampánycsapata visszautasította a vádakat, Joe Biden amerikai elnök azonban egyetért a bíróság döntésével. Nem kérdés, hogy Donald Trump támogatta a zavargásokat. Így reagált Joe Biden arra, hogy republikánus ellenfelét a kolorádói legfelsőbb bíróság kizárta az előválasztás indulói közül. A döntést még kedden hozták meg. Ennek értelmében Donald Trump neve jövő novemberben az elnökválasztáson sem szerepelhet majd a szavazólapokon. Az ítélet csak a közép-nyugat-amerikai államban rendezendő voksolásra vonatkozik, de így is hatalmas vihart kavart. A bírák ugyanis egy polgárháborús időkből származó kiegészítésre hivatkozva jelentették be, hogy a korábbi elnök nem viselhet közhivatalt. Azzal érveltek, hogy Donald Trump érintett volt a csaknem 3 évvel ezelőtti washingtoni zavargásokban, amikor a törvényhozás épületénél zajló tüntetés zavargásokba torkolt, és a tömeg behatolt a Kapitólium épületébe. Az összecsapásokban több tüntető és egy rendőr is életét vesztette. A volt elnök kampánystábja visszautasította a kolorádói bíróság vádjait és fellebbezett. Úgy vélik, a kizárólag demokrata párti jelöltekből álló bírói testület politikai döntést hozott. Állításaik ellenére Donald Trumpot egyszer sem marasztalták el a zavargásokkal összefüggésben. A joggal való visszaélések miatt éppen Joe Biden és pártja jelent veszélyt a demokráciára,
Erről már Donald Trump beszélt egy kampányrendezvényen. Nem csoda, hogy a korrupt Joe Biden és a szélső baloldali őrültek minden eszközzel meg akarnak minket állítani. Hajlandóak soha nem látott mértékben megsérteni az alkotmányt, hogy megnyerjék ezt a választást. Fegyverként használják a bűnüldöző szerveket a választásba való beavatkozásra, csak mert verjük őket a közvéleménykutatásokban. Utalta volt elnök arra, hogy az elmúlt hetekben számos felmérés szerint átvette a vezetést Joe Bidennel szemben. Felháborodásuknak adtak hangot Donald Trump republikánus kihívói is. A konzervatívok elnökjelöltségért küzdő politikusok szerint a bíróság olyan területre tévedt, ahol semmi keresnivalója nincs. Nem hiszem, hogy Donald Trumpnak elnöknek kell lennie. Szerintem nekem kell elnöknek lennem, de a választók kell meghozzák ezeket a döntéseket. Az utolsó dolog, amit akarunk, hogy a bírák mondják meg, ki szerepelhet a szavazólapon, és ki nem, fogalmazott Nikki Haley, korábbi ENSZ nagykövet. Donald Trump eltiltására Szijjártó Péter is reagált a közösségi oldalán. Mi történne, ha egy patrióta kormány által vezetett közép-európai országban próbálnák kizárni az elnökválasztás egyik jelöltjét? Tette fel a kérdést a külügyminiszter, majd azzal folytatta, hány perc múlva adna ki elítélő közleményt az amerikai külügyminisztérium, hány perc múlva fagyasztaná be még inkább az Európai Bizottság az oda nem adott uniós forrásokat, fogalmaz Szijjártó Péter bejegyzésében. A kolorádói bíróság ítélete még nem jogerős, a végleges döntés év elején születhet meg. A labda most mindenképpen az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságánál van, és nekik kell meghatározni tehát azt, hogy Donald Trump indulhat-e a 2024-es elnökválasztáson. Ennek már januárban meg kell történnie ennek a döntésnek a várakozások szerint. Elemzők szerint, ha a legfelsőbb bíróság jóvá hagyja az ítéletet, azzal beavatkozik az amerikai elnökválasztásba. Az pedig példanélküli lenne az amerikai Egyesült Államok történetében. Versenyt futnak az idővel a hatóságok, a földrengés sújtotta észak-nyugat kínai tartományokban. A mentési munkálatokat már kedden, 15 órával a katasztrófa után felfüggesztették. De az építkezésekkel azóta sem álltak le. Csaknem 150 ezer ember maradt fedél nélkül a térségben. Az ő elszállásolásuk a fagyos téli időben nem tűr halasztást. Törmelék borítja az úttestet, az út mentén álló tégla és vályokházak helyén mindenütt romok vannak. Így néz ki az északnyugat kínai Kánszú legtöbb települése 3 nappal a földrengés után. A tartományban több mint 200 ezer lakóépület rongálódott meg, csaknem 15 ezer pedig teljesen lakhatatlanná vált a földrengésben. Egy egész kisvárost elborította a rengések nyomán megindult sárlavina a szomszédos Csinghaj tartományban. Egy 6,2-es erősségű földmozgás rázta meg Kína Mongóliával határos hegyvidéki tartományait hétfőn 1 perccel éjfél előtt. Az első rengéseket több kisebb utórengés követte, hatalmas károkat okozva az ázsiai ország legszegényebb régiójában. A hatóságok még hétfő éjjel megkezdték a mentést a katasztrófa sújtotta övezetben. Csaknem 1000 sérültre és 137 halálos áldozatra bukkantak a romok alatt. A túlélő keresését Kánszúban már kedd délután felfüggesztették, írta a helyi média, amely a mentőket idézve azzal magyarázta a hatóságok döntését, hogy az ilyen nagy hidegben a törmelék alá szorult emberek szervezete 5-10 óra alatt kihűl akkor is, ha nincs sérülésük. 15 órával a katasztrófa után befejezni a mentési munkálatokat szerintem elhamarkodott lépés volt, hiszen már velünk is előfordult, igaz csak nagyon ritkán, hogy 2 nap után túlélőket találtunk hasonlóan zord körülmények között fenn a hegyekben, mondta egy himalájai mentéssel foglalkozó nepáli cég vezetője, hozzátéve, hogy a tapasztalat az, hogy akár 72 órát is túl lehet élni a romok alatt. A mentőknek ilyenkor nagyon nehéz a dolguk. Ha találnak is túlélőket, azok ilyenkor veszélyesen ki vannak hűlve. Csak nagyon körültekintően lehet őket mozgatni, különben szívritmus zavart, sőt, akár hirtelen szívmegállást is előidézhetünk náluk. Árnyalta a képet az amerikai Stanford Egyetem szakértője.
A katasztrófa túlélői szenet gyűjtenek, hogy védekezni tudjanak a hideg ellen. 145 ezeren maradtak fedél nélkül. A hatóságok katonai sátrakban és konténerházakban próbálják őket elhelyezni, hogy ezekben vészeljék át a telet. Egy ilyen konténer 18 négyzetméteres, elég nagy ahhoz, hogy akár 6 embernek is szállást tudjon adni. Először az elektromos fűtést fogjuk beszerelni, aztán a vizet és az áramot vezetjük be. Magyarázta a munkákat felügyelő mérnök, aki elmondta azt is, ezekben a konténerházakban főként az időseket, a terhesnőket és a gyerekeket fogják elszállásolni. A többieknek maradnak a sátrak. Nagyon hideg van. Sok embert álmából vert fel a földrengés. Volt, aki pizsamában mezítláb szaladt ki a házból, mielőtt az összedőlt. Fát gyűjtünk, tüzet gyújtunk, így próbálunk melegen maradni, mondta egy lány. Sok településre csak nagyon lassan ér oda a segítség. A bajba jutottak több mint fele még csütörtökön is, lepedőkből és takarókból épített sátrakban húzta meg magát. Pedig a környéken éjszakánként mínusz 15 fok van, és nappal sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Nemzetközi vizsgálatok szerint jelenleg Szarajevóban van a világ második legegészségtelenebb levegője, Skopje pedig a 8. helyen áll. A légszennyezettség évek óta visszatérő probléma a balkáni térségben. Ennek a hátterében olyan időjárási jelenség áll, amelynek következtében teljesen leáll a légmozgás. A szmog ilyenkor ott marad a városok felett, ami rendkívül megnehezíti az ott élők életét. Smog fedi Szarajevót, csak az egyik hegyen lévő tévétorony látszik Bosznia-Hercegovina fővárosából. Mint a koronavírus járvány alatt, az emberek maszkkal fedik be az orrukat és a szájukat, de a nagy sálak és a kendők is előkerültek, vannak, akik ezzel védekeznek a kaparó, büdös levegő ellen. Csak az megy ki az utcákra, akiknek halaszthatatlan elintézni valója van. A hatóságok is azt tanácsolják, hogy aki teheti, ne mozduljon ki otthonról. Ami Szarajevóban történik, az valójában egy természetes folyamat. Amikor az úgynevezett szibériai anticiklon megérkezik, a várost körbevevő magas hegyek megakadályozzák a levegő mozgását. Azaz nincs szél, ami elfújná a szennyezett levegőt, mondta egy szakértő. A szarajevói városvezetés évek óta figyelmeztet arra, hogy kormányzati segítség nélkül a főváros levegője minden évben kritikus egészségügyi szintre kerül. Szarajevó ugyanis hiába tűzte ki célul, hogy 2035-re karbonsemleges lesz. A magas megélhetési költségek miatt az emberek nem fűtenek gázzal, hanem az olcsóbb szénnel, illetve bármi mással, ami ég. A városvezetés úgy véli, ha 160 ezer szarajevói háztartás fűtési támogatást kapna, javulna a helyzet. A levegő szennyezettségéhez hozzájárul az is, hogy az utakon többségében régi autókkal közlekednek. Szarajevó vezetése szerint ezt is csak úgy lehetne orvosolni, ha az ott élők támogatást kapnának, hogy korszerűbb, környezetkímélőbb járműre cseréljék kocsijukat. Helyi orvosok szerint az évek óta visszatérő szmognak komoly egészségkárosító hatása van. Szarajevó légszennyezettsége már kimutatható változást idézett elő az itt élők egészségi állapotában. A tüdőkárosodást már a felnőttek és a gyerekek körében is ki lehet mutatni, fogalmazott egy tüdőgyógyász. Egy svájci levegőminőségvizsgáló hétfő óta a Szarajevó levegőminőségét az egészségtelen, rendkívül egészségtelen és az életveszélyes kategóriába sorolta. A legszennyezettebb levegőjű városok világranglistáján a héten csak a pakisztáni nagyváros Lahore előzi meg Szarajevót. Súlyos a helyzet egy másik balkáni államban, Észak-Macedóniában is. Skopje jelenleg a világ 8. legszennyezettebb levegőjű városa. Olyan sűrű szmog telepszik a városra, hogy szinte semmit sem lehet látni. A kormánynak tennie kell valamit, hogy ez a visszatérő probléma megoldódjon. Ellenkező esetben meg fogunk halni ettől a füsttől, mondta egy szkopjei férfi. Az Észak-Macedón fővárosban a légköri viszonyok miatt teljesen leállt a légmozgás, és mivel az ott élők többsége szénnel fűt, a levegő szennyezettsége szinte elviselhetetlenné vált. A Tolna vármegyei Ozorán folytatódott a közmédia meteorológusainak országjárása. Azokat az iskolákat és közösségeket látogatják meg, akik részt vettek karácsonyi pályázatukon. A Szent Család a betlehemi istállóban témára rajzokat, videókat vagy akár maketteket is küldhettek, amelyeket a karácsonyi ünnepek alatt az M1-en lehet majd látni.
Az utolsó sógyurma figura is a helyére került az ozorai I. és Gyula általános iskolában, ahol a kisdiákok kézzel készítették el a betlehemi jászol témájú munkájukat. A Tolna vármegyei iskola már rutinos pályázónak számít a közmédiában. A tavalyi mikulásos pályázaton is már részt vettünk, és a vakációs videón is részt vettünk az osztályommal, és most a betlehem készítésben is két osztállyal is, a második és a harmadik osztállyal. November közepén hirdettek pályázatot a közmédia meteorológusai. Iskolák, óvodák és közösségek nevezhettek alkotásaikkal. A Szent Család a betlehemi istállóban témára rajzokat, videókat, vagy akár maketteket is küldhettek. A résztvevőknek a meteorológusok ezekben a napokban személyesen adják át az ajándékcsomagot. Az ozorai iskolába Molnár Csilla látogatott el, hogy megköszönje a diákok és a pedagógusok munkáját. Nagyon szeretem azokat az alkalmakat, amikor egy kicsit kimozdulhatok a stúdióból, és különösen felemelő érzés ez most, hogy karácsonykor tehetem meg, hiszen nekem tényleg ez a legjobb időszak az évben. A szeretet nyelvem az ajándékozás, és feltölt, hogyha mosolyt csalhatok valakinek az arcára, és ezt most viszonozták is nekem, hiszen itt Ozorán, az általános iskolában a gyerekek készültek nekem egy kis meglepetéssel, ráadásul saját készítésűvel, úgyhogy én már boldogan megyek haza. Összesen 30 intézményből érkeztek pályamunkák. Az alkotásokat a nézők is láthatják december 22-én és 23-án az időjárás jelentések végén. Ez volt a híradó, következik a Nemzeti Sport híradó Környei Bencével.